próbálok fókuszálni, akkor már nagyon hosszú lesz így végigmenni ennyi kérdésem. Konkrétan három olyan, hát amit negatívumnak mondhatnánk, három olyan dolgot említenék, mert az egyik az a munkaerő hiány, ami egyre inkább körvonalazódik nálunk Erdélyben is, de úgy gondolom, hogy ahogy beszéltük a kollégákkal, hogy nálunk is ez egy probléma. Másik azért a bürokráciának a megléte, ami egy picit megnehezíti a vállalkozói létet, illetve a szakképzés hiányossága az egy olyan fontos tényező szerintem, amely azért rányomja a bélyegét a jelenlőre és a jövőre is, ugyanis egyszerűen nincs utánpótlás a szakképzésben, és ez a vállalkozásoknak egy elég nagy probléma már most. Egy pár pozitív dolgot is akkor gyorsan mondjunk ebben a három pontban, tehát széles a vállalkozói közeg, sok vállalkozó van viszonylag Erdélyben, ezt elmondhatjuk, fiatalok is, most már egyre többen. A másik pont az, hogy nagyon jó az információs áradat. Tehát viszonylag sok információ, nagy az információs kínálat, sok információ kering, ami eljut a vállalkozókhoz. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy értesül időben arról, hogy mi történik körülötte, hogy jó döntéseket tudjál hozni. Valamint azt is pozitív dolognak tartom, hogy a vállalkozói érdekképviselők megléte az nálunk talán elég nagy előny. Elég sok vállalkozói szervezetünk és érdekképviseletünk van, nem csak a vállalkozói szervezetek, hanem a klaszterek is most már elég nagy számban vannak jelen. Úgy gondolom, hogy talán nálunk is főfeleszünk Szlovákiában is, Szerbiában is. Úgyhogy ez a három negatív és három pozitív dolog, amit mondtam.